téged, majd jelezni fogom. Na, I'm seeing the light.
A mutibálom,
vissza, picikre fügyek mi. Ez én vagyok. Hüppá, való emetáz valamos plény. És mi törökök? Ez. Jó családban. És megvan a szívem, ha arra tudom, hogy nem sokára meg tud jelenni rajta egy újabb kis levélke, és az lesz ráírva, vállomban szegény. Férjike, hát nem lesz az odaíva soha. Ha, hogy? Hogy mondhat ilyen férjike? Hiszen egész fest tudni magát, már fázol a bőlegét. Te, hogy ennyire fel? Hát én is csak most tudtam meg, hogy közben a papától. Amikor közölte velem az egész kastély vásárlás, csak ahhoz volt jó, hogy megvette nekem fiúra fiatal idős házbókot. Basz! Mit van? Maga lemondok ezzel? Legnagyobb örömmel. Nézze, ha már férjet veszek a lánynak, miért ne legyen az egy gróf? És maga mit szól ehhez, Ilike? Azt, hogy én nem megyek a grófhoz. Látja! És maga is. Látja! Mi? Hosszám se? Hát ki ez maga, maga mennék át? Senkihez. Hát megint kezdve. Jaj, papa, hagyjuk ezt. Hogy sem értjük meg egymást. Hát kérem szépen, én most felnyelveltetem a legtűzösebb kancát, és belevágtottam a pusztába. Férjike, hát maga tudna magolni. Hogy ne tudnék? Nem látja a magunk kancának? Ez nagyszerű, hiszen akkor együtt lovagolunk, majd én imádok lovagolni, különösen az akadály verseny kedvelem. Mondd meg, maga hagyja ki az akadályunkat. Kikelve! Ó, kérem! Maga a grófon, igen? Bocsánat, én kérjen. Nem kell bocsánatot kérni, és felőlel nyugodtan maradhat én. Hát, te vagy is. Ezzel meleg van? Én. Papa? Igen, kislányom, parancsoljál. Fogadjuk fel őt, komolyan. Igen. Mondja kérem, mennyi volt a fizetése a grófénál? Na jó, hát én annyit nem tudok adni. Minden esetre, ha megegyezünk. No, elfogadja az ajánlatomat. Tessék! A papa azt szeretné tudni, hogy eljönne hozzám komolyiknak. És én is. Boldogan van, ugye? Na végre! Apa, különösen a szívából. És mondja kérem, miért nem fogadott bennünket senki? Mert túl korán méltóztattak meg itt. Engedjék meg, hogy bemutassam a kastélyt. Erre van a vilaszállónk, arra a vörös teremünk. Hát ez nagyszerű. Nekem ennyi elég. Lili, te menj a lilába, én meg megyek a vörösbe. De valahogy, és én hova megyek? Maga menjen a sárgába. Ismerni így vagyok. De fiam, ne aggódjon. Nyelveltessem rá föl nekem egy olyan ízét. Hogy hívják? Ló, jó? Hát ez nem jó. Becsülj! Mi van magán a drót? Hát mondom, ezek fogunk a néznek, és belementem ebbe a játékba. Tudja, hogy színpadi szerző vagyok. Szükségem van. Nem lesz ebből bokrány? Hogy is. Nem értek a szituációt. Nem értek a szituációt, meg a színpadi szerzőtől meg csenye. Na de hát nem alakultam. Bocsánat, Becsei úr, miért nem fogadom bennünket senki? Elnézést kérem, kicsit korán tetszett érkezni, de mindent előkészítettem a fogadásra. Nagyon jó, kérem, szeretnék magával beszélni. Igen, egy kis türelme. Fiam, maga elmenne. Mondja kérem, hogy itt van ez a felfogadva, mit szól hozzá? Meg fog felelni? Semmi ilyesmi. Hogy semmi esetre sem? Hát ez egy iszápos, lusta, minden nőt magába vonni. Lusta, iszápos, hát akkor kirúgom, kapok másikat. Nézze, én a fejébe vettem, hogy veszek álljunknak egy grófot. Erre az Illés házira gondoltam, mit gondol, elő tudnál keríteni? Elő keríteni, de hiszen itt aztán nem lesz könnyű dolga. Erőltessen meg magát, vagy én is megerőltetem magam a legközelebbi cseknél. Pénz beszél. A kutya mutat. Hol az a ló? Add meg!
Rupinek az egy ilyen jó hasna. Hát ez most eszembe jut, hogy meg soha akar búzom azt az állatot. Hát mit találok a sügyibe? Kovanyik? Igen, kérem. Kovanyik, kérem. A ló előállok? Igen, kérem. A ló elő. Mondja, kérem. Nem túl vad az aló? Majd betetszik törni. Igen. Oh! És mit szólna az aló, ha teszem azt mondjuk így, standa pitje el, meglátna engem. Röhögne! Én kellettem, nem mi. Megyek, felpatolom a mai vállal, és ha ölöm, kihívom Bravara! Egyik lovat kerülhetett el. A sárkányom. Menjen utána, hát még kidöri a nyakát a lovakban. De ez a... Egy rúgja ki innen ez a kovarnyékot. Miért rúgnám ki? Hát azt mondta, hogy lusta szárkányom. Én elegezve, ez egy rendes, szorgalmas, józott ember. Igen, és azt sem mondta, hogy mindenütt magába valódik. Na jó, hát ezt mondtam. De ki tudna itt magába valódítani? Talán a baroneszt? A baroneszt? A baroneszt, ez jó! Megint itt vannak. Nincs vele hangja! Erzsei mehet! Ugyan a
kéne, maguk azért jöttek, hogy... Hát, hogy ősi törzsi őket. Mi a gróf első törvényes ölései? És az tényleg grófok unokája László gróf? Annak az embernél a törzséghez semmi nyoma nincs. Ezt én majd megizolítok az ügyvédem. Úgy látszik, önök még nem hallottak a legújabb fordulatról. Mivel a birtok túl volt terhelve, László gróf körült, hogy átadhatta a bátor valószínűleg, aki átvállalta az összes adósságát egyébként. Yeah.
Rita, éppen most szabadultam meg haláltól a távol. Engedje meg, hogy bemutassam Sasvári Kávészi művészként. Életem megmentődik. Ó, művészet, örülök, hogy megismerhettem. Ez egy jó pont. Megismerhettem az Ügyészházi kastély új gazdáit. Itt maradok a szomszéd műnökön, úgyhogy bármikor át tudok jönni, akár hívnak, akár lenni. Réka! Akár te is jönnek, mi történt velem a haláltól a fában? Hát hogy ne érdekel, Réka, hát mi történt? Majd én mindent elmesélek. Éppen hazafelé tartott pápa kastélyból, amikor az országok árkába kezdődik is tartott. Ezért mondom! Erről kívültem, Lovon, de ilyen esetem még nem volt. Főbb kiválasztottam a legtüzesebb kancát, főbb akkottam a hátra, a sarkantyúkat belevágtam a szügyibe. Nincs is sarkantyúja. Ott maradt a szügyiben! Ezt a ló hossz néven! Hátra vetette magát, én hagyott is! Elkezdtünk hemperek! Egyszer ő volt felül, de aztán én volt alul! Érezte a pesti, hogy emberi a hat! És a... Csak a történet végére értem, hogy kiúszom ezt a kurva az áramból, és hava szállítottam. Életem megmentő. Sajnos mennem kell. Jaj, hát tessék itt maradni a birtokamat, hogy ünnepség. Nem, hát estére vendéget válok. Pá, kedves! Pá! Remélem, hogy találkozunk majd. Remélem, találkozunk. Lóni! A birtokamat óra azért mentik, hogy jöjjön el. Köszönöm a meghívást, kedves! Pá! Pá! Gyönyörű! Gyönyörű! Érjük-e, hogy magam mit tett? Nem én, a ló! Komoly nyík, komoly nyík, öregszett az ötletedet. Ha ő jön a kezei közé, én nem fogom. Én éhes vagyok. A diné. Á. Diné. Szól kérem a grófnőknek? Igen, természetes. Jó, hát akkor menjünk. Lili képte nem jössz. De vacsorázni nem voltok. Azt hiszem, hogy én most nem megyek haha. Kicsit megfájtunk a fejem. Magyar, bocsóha, mikor lesz? Ez nagyon fontos. A digé annyit jelent, mint vacsora. Hát, hol menjünk vacsorázni? Lényeg is. Lényeg is. Hát, a magot mi kell tökni? Nem, hogy lehetsz. Hozzad már. Csak unom a családban. Mondja, magának van családban? Nincs. Hogy is hívják maga? László. Na jó, jó, de mi a vezeték neve? Van lesz. Egy komornyéknak nincs vezeték neve. Nos, László. Mondja, akar a szövetségesen lenni? Természetesen. Maga az egyetlen. Illésházi Lászlót ott akarják feleségbe adni? Igen, de hát csodálkozom, nem csodálkozom. Elég felkülően nem csodálkozik. Nos, a papa nagyon gazdag, és ne tehetünk meg, amit csak akar. Mondja, mibe kerülhet egy ilyen gróf? Úgy tudom, nagyon le van csúszva. Ilyen lehet, kártyás, rúg, izákos. Ráadásul bűn is. Elváll a füle. És biztos a monokitól is rácsol. Á, a monokitól is álva van. És nekik akarnak engem hozzáadni. Nem, én innét megszököm. És maga segíteni van, ugye? Természetesen van ez. De nem ő lesz az első, aki megszökik. Nézzetek! Az Illésházi a ős anyja. Ilyen fiatal, és már ősak. És anyja, miért nem lóg a többi között a családi képtelen van? Büntetés, amiért rangját a munkötött házasra.
Mit szoktak ilyenkor csinálni a grófi? Adni kérlek. Adni? Rögtön vacsora után? Vacsora után. Igen, kérem. Ez így van, szokásban évszázadok óta. Vissza nem jön, mint én!
mi a baj? Na? Ennyire van az baj! Magadat! Adj hír hozzám! Elég megyek viszni a bolyam emberünk, és bevagyok a bet. Jaj, hát semmi értem a pereskedésnek. De nagyon örülök, hogy hölgyek itt vannak, és örülök, hogy két ilyen előkelő hölgy emeli estén fénypontját. Na, gondolják meg! Gondolják meg! Gondolják meg! Gondolják meg! Hogy egy ilyen kedves ember! Krisztina! Megjegyem, megjegyezem, hogy maga utálatosan legeltek a szemétet az ember. Thank you.
akkor kivált ajtóai kert egy ember, akinek annyi a neve, hogy László. Hát egy jó út elvető nincs benne. Én azt hiszem magában, amikor először ránk vérték egy kérés házmiát, aztán lille, valami komoly miatt, hát van a valóságos Otello. Való van, hagyj!
napot ránk hozni? Jaj! Becsület szavára! Az is egy kicsit! Még azt el akarom mondani magának, hogy reumás vagyok! Profi, becsület szavamra! 30 évet letagadhat. Mit 30-at? 31,5 évet letagadhat. Mindig így kellene járni. Jaj, nem lehet. Nem lehet, mert magát a nagyon szigorú. Borzasztóan ki fogok tőle kapni. Igen. Nem bánom. Egyszer vagyok fiatal, nem igaz? És tetszeni akarok valaki. Ugyan kinek? Azt nem mondhatom meg. Csak annyit mondhatok, hogy nagyon szép ember. És itt áll mellettem. Time!
élményekre van szüksége. Ez már is meg. Ha egy írónak élményekre van szüksége, az azt jelenti, hogy más szüksége. De én le fogom buktatni. Én is szeretem a különleges szituációkat. Majd meglátjuk, hogy jól látni ebből a kastélyból. Nevetséges, hogy ennyi ember előtt kérem, beszélj meg a dolgot, hogy két jó van. Rendben van. Egy esetben hallgatok, ami ma vele nekik elhagyja ezt a kastélyt. Mi ma? Velem együttő. Különben lemutatom, erre meg esküszöm. Lehet, hogy így lesz. Arra lesz. Búcsúzni szeretnék. Kérjétek a szolgálatot. De hát mi? Ilyen értelem? Megváltotta valaki? Nem, hogy is. Hát? Visszahívja a gróf? Igen, a gróf visszahívja a komonyit. Megint ez a gróf. Hogy én hogy gyűlölöm ezt az embert? Először hozzá akarnak adni feleségül, de most meg el akarja magát kinni tőlük. De hát miért akar visszamenni hozzá? Talán többet fizet? De hogy is. Hát? Jobban szeretni. Igen, jobban szeret. Valakit van előled valamit? Kérem, legyen hozzám őszintén. Lehetetlen. De hát mi?
kislányom. Hát az egész rendiség téged vár. Miért nem jössz? Nagyon-nagyon fontos dolog, hogy szeretnék veled beszélni. Igen? Na kérem elve. Na, ki veled? Csak sokba ne kerüljön. Na végre, kislányom, végre! Válasz ki magadnak, akit akarsz, azok közül, akiket én ajánlom. Én a grófot ajánlom. Persze, a grófot, aki nincs. Becseri megígérte, hogy adott pillanatban itt lesz. Papa, de én nem akarok a grófot menni. Én szerelemből akarok véghez menni. Hát, szeresd bele a grófba. Azt csinálsz, amit akarsz. De papa, ez nem így van, mert beleszedhetek akár egy kó... Nem komoly, hanem gróf.
kellene, csak maga megsértettem. Ki kellene valamire engedni? Ezt szeretném én is. Ebből meg egy akkora pofáj lesz, hogy... Ez imádom! Ez mindannyiunknak az érdeke. A báró úrnak, a gróf úrnak, és főleg... Nekem! Beleim, hölgyeim és uraim, fáradjanak be, most pedig az én meglepetésem következik. Parancsoljanak! Thank you.
mi az? A grótökére van oltam. Krisztinka, maga sír. Ó, semmi, semmi. Csak egy kis múló rosszul lép. Thank you.
Marisnak. Azon semmi közünk egy. Igen, ez bátran. Most? Hogy tetszett szívi?